150. Zsoltár verse így szólnak. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Istent az ő szent helyén, dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán. Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint. Dicsérjétek őt kürtzengéssel, dicsérjétek őt hárfán és citerán. Dicsérjétek őt hangos cimbalommal, dicsérjétek őt harsogó cimbalommal. Minden lélek dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat. Énekeljetek Istennek, énekeljetek! Énekeljetek királyunknak, énekeljetek, mert az egész föld királya az Isten. Énekeljetek bölcsességgel! Szent az Úr az orvos, minden bölcset formál,
Thank you.
mindig olyan jó érzés, amikor testvérek itt sétálnak a parkba, és megállítanak, és elmondanak különböző ötleteket, hogy mit lehetne még csinálni. Nagyon sokat lehet ezekből tanulni, és tényleg lehet tudni azt, hogy mit kellene másképp csinálni, vagy mit lehetne még pluszba megvalósítani itt Balatonlellén. Ugye az elmúlt hetekben is már többen emberrel beszéltem, és mondták, hogy milyen jók szoktak lenni ezek a megnyitók, meg általában a kórus találkozók. Mindig van egy de. Csak nem kellene délután olyan hosszú prédikációkat tartani. Úgyhogy ez most nagyon nekem szól. Galáciai levélből szeretnék egy igét olvasni. Galáciai levél 5. fejezet 22. verséből. Versét idézem. Galáciai levél 5. fejezet 22. verse így hangzik. De a léleknek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezen a héten a szombat iskolában az Isten országáról tanultunk, és hát úgy próbáltam kérdezgetni, hogy milyen elképzelésetek van az Isten országáról, de valahogy nekem mindig csak ez jár a fejembe, hogy milyen jó lenne, hogyha tényleg egyszer leülnénk, elhatároznánk azt, hogy mától kezdve a mi életünkben csak ilyen dolgok lesznek, hogy szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. És én azt nem értem sokszor, hogy amikor az ember elhatároz dolgokat, akkor miért nem úgy történnek dolgok? Hát ha én tegnap este elhatároztam, hogy hazamegyek, ma reggel elhatároztam, hogy visszajövök ide, elhatároztam és megcsináltam. Miért nem lehet ezt megcsinálni az élet sok-sok más dolgával? És hát nézzük meg, hogy azért próbáljuk, és alapvetően nagyon gyakran meg is tesszük ezt. Mert elhatározzuk, hogy szeretetnek kell működni a gyülekezetben. Hogy szeressük egymást. És tényleg sokszor ezt tapasztaljuk, nem? Tapasztaljuk azt, hogy olyan jó eső érzés, amikor beteg vagyok, meglátogatnak, megkérdezik, hogy hogy vagy. Különböző dolgokban megtapasztaljuk azt, hogy a másik ember szeret. És ez egy olyan alapvető dolog, hogy nagyon sok ember belebetegszik abban, hogy nem érzi azt, hogy őt szeretik. Ez egy nagyon fontos dolog. És olyan jó érzés az, amikor az ember azt érzi, hogy szeretik őt. Aztán az öröm. Hát különösen egy ilyen alkalom, mint a mai nap is, hogy érzik, hogy látszódik az emberek arcán az öröm. Nekem ugye elég rossz volt így hátulról hallgatni, vagy nézni a kórus, de hogy akik oldalt álltak, azoknak úgy látszott az arcán, hogy olyan örömmel énekelnek. De láttam viszont azokat az embereket, akik hallgatták a kórust, és láttam az arcon az örömöt. Vagy nagyon sokszor a prédikáció közben is lehet látni, hogy az emberek örömöt éreznek, mert valami olyan dolog hallatszott, vagy hangzott el, amivel őt az Úr megszólította. Aztán milyen jó látni, amikor egy ilyen nagyobb találkozó alkalmával összetalálkoznak emberek, akik régen látták egymást, és tudják egymást üdvözölni, megkérdezni, hogy ki hogy vagy. Ott van ez az öröm. Milyen jó dolog ez. A békesség, a béketűrés. Ugye délelőtt valakinek elmondtam a nevét innen a szószékről, és abban a pillanatban eszembe jutott, hogy elrontottam. Igyekeztem az ebédszünetben keresni őt, hogy bocsánatot kérjek tőle, és azt mondta, hogy hát nem probléma, hát nincs ebben semmi nagy gond ezzel. Milyen jó, hogy így könnyedén meg tudunk egymásnak bocsátani, vagy nem, nincs ebből harag, hogy tudunk békességben, szeretetben élni, szívesség, jóság, mennyi mindegyikről lehetne jó hosszan beszélni, hogy ezek milyen jó dolgok az életünkben. És hogy mennyire fontos volna, hogy elhatározzuk, hogy az egyéni életünkben, a család életünkben, a gyülekezeti életünkben ezek lesznek ott a jellemzők, ezek lesznek az alapelvek, amikre építünk, és mennyivel jobb lesz úgy az élet. Még a Szentírás is azt mondja, hogy ezeknek kellene lenni ott a mi életünkben, ezek kellene, hogy jellemezzenek bennünket.
Nagyon szeretem ezt az igét, és mindig eszembe jut, amikor olvasom, hogy úgy kezdődik, hogy de a léleknek gyümölcse, és hogy amikor általános iskolás voltam Orosházán, volt egy magyar tanárom, és hányszor elmondta nekem, hogy devel nem kezdünk mondatot. És úgy eszembe jut mindig ez, hogy miért kezdődik ez a mondat úgy, hogy de a lélek gyümölcse. Mert milyen jó lenne azt mondani, hogy a lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, és úgy tudnánk azt, hogy ezt kell megvalósítani az életünkben, ezt kell, hogy a lélek teremje az életünkben, és ez egy ilyen alapvető dolog, hogy mostantól kezdve ez mindig így lesz. De nem véletlen, hogy Pál apostol úgy kezdi ezt a mondatot, hogy de. Azért, mert hogy ez nem egy mondatnak, vagy nem egy történetnek az eleje, hanem ez valaminek a folytatása. Egy olyan dolognak a folytatása, ami egy nagyon rossz dolog. Ezt nem is olvasom el, sokkal hosszabb, mint a lélek gyümölcsét elsorolni. Azt mondja Pál apostol, így fogalmaz itt a Galáciai levélben, hogy a test cselekedetei. És ott szörnyű dolgok vannak felsorolva. Olyan dolgok, amelyeket sokszor nem is értünk, hogy miért van az itt az emberek körében. Hát ki akarja, hogy úgy legyen? Ki akarja, hogy háborúság legyen? Ki akarja azt, hogy mi egymást ne értsük meg? Ki akarja azt, hogy mi versengjünk? Ki akarja azt, hogy a gyülekezeten belül viszály legyen? Senki nem akarja, és mégis ott van a Szentírásban egy nagyon hosszú felsorolás, és majd csak utána van egy rövid mondat arról, hogy de a léleknek gyümölcse. Milyen szomorú az, hogy ebben a világban, amiben élünk, sajnos nem az a természetes, hogy van szeretet, öröm, békesség, béketűrés, hanem az a természetes, az, ami természettől fogva adott az ember részére, hogy vannak a testének cselekedetei. Na de azok nem pozitív dolgok, azok nem jó dolgok. Hanem ahhoz, hogy az ember életében olyan szép dolgok történjenek, ahhoz valaminek történnie kell. És ugye az első dolog, ami eszünkbe jut, hogy hát akkor próbáljuk meg megvalósítani ezt, hogy szeretet, öröm, békesség, határozzuk el, hogy mától kezdve így lesz az életünkben. És sokszor azt látjuk, hogy nem megy. Vagy legalábbis csak egy időre megy. Miért? Az egyik az, hogy eleve ez saját erőnkből soha nem fog menni, hiszen Pál apostol sem mondta azt, hogy hát ha elég ügyesek vagytok, akkor ezt mind-mind meg tudjátok valósítani az életben, hanem azt mondja, hogy ez a léleknek a gyümölcse. Ehhez az kell, hogy a ti életetek át legyen adva Istennek, és a Szentlélek dolgozzon az életetekben. Mert csak akkor fog teremni a lélek gyümölcse az életben. A másik pedig az, hogy tudomásul kell venni, hogy ebben az életben ott vannak a test cselekedetei. És bármennyire is szeretnénk, a rossznak a hatása, a bűnnek a következménye, az nem fog eltűnni. Az nem lesz úgy, hogy én azt mondom, hogy mától kezdve nem kérek belőle, és nem lesz. Hogy hiába próbálkozik az ember azzal, hogy én végleg szeretetben fogok élni, végleg örömben fogok élni, végleg békességben, szelídségben fogok élni, ott van az a sok rossz, és meg kell küzdeni vele. El kell viselni, el kell tűrni, és újra neki kell buzdulva kérni az Istent, hogy megint hozza el azt az állapotot, megint teremtse meg bennünket, megint teremjenek meg azok a gyümölcsök. Ugye, ma nagyon sokszor halljuk ezt, hogy próbálkoznak ilyen folyton termő eper, meg különböző ilyen növényeket termeszteni, hogy mindig legyen rajta gyümölcs. De tudjuk azt, hogy a fákon is időnként van gyümölcs, utána hosszú ideig nincsen. Aztán majd következő esztendőben megint lesz. És ez mindennel így van, hogy próbálunk szervezni ilyen szép ünnepséget, amikor tudunk örülni egymásnak, a szolgálatoknak, annak, hogy együtt tudjuk dicsőíteni az Istent. Ezek olyan jó érzéssel töltik el az embert. De jön a de, hogy utána mennyi minden lesz még az életben, ami nem ilyen örömteli.
És nekünk bízni kell abban, hogy újra eljön az öröm. Újra eljön a békesség, újra eljön a szeretet, amikor éppen azt érezzük, hogy valaki nem szeret bennünket. Újra eljönnek azok a dolgok, mert a lélek megtermi bennünk. Tavaly nagyon sok órát, nagyon sok napot töltött ennek a parknak a rendbetételével az a testvérünk, aki tényleg olyan fáradhatatlanul szokott itt mindig dolgozni a kertben. Na de amikor visszajöttünk most tavasszal, akkor szörnyű volt, hogy hogy néz ki itt minden. Miért? Ez is a bűn következmény, hogy hiába teszünk mi rendbe dolgokat, egy idő után az már nem olyan szép lesz. Valamikor itt elhatározták azt, hogy építünk egy szép kápolnát, a falait fessük ki fehérre, és aztán most megnézzük, látom, hogy jön le néhány helyen a vakolat, mert vizesedés van. Más helyeken olyan foltok vannak a falon, és már újra kellene festeni, de miért? Hát befestettük fehérre, nem? És megint újra kellene festeni. És hány és hány dolgot lehetne még az életben sorolni, hogy az ember csak a jót akarja, csak a szépet akarja, megvan benne az elhatározás, hogy mindenféle ilyen rossz dolgot én a háttérbe szorítok, és aztán újra és újra tapasztalja a bűnnek, a rossznak a következményét. És már megint csak ott van, hogy vágyódok a jóra. Szeretném, hogy újra itt legyen. És milyen jó, hogy az Úrnál időzve, az Úrt kérve ezekre a dolgokra meg is kapjuk ezt. Néha csodálatos dolgok történnek, hogy megkapjuk, még talán nem is kérjük, vagy ha kérjük, akkor nem is úgy kapjuk meg, mint ahogy azt mi elgondolnánk. Ugye mondtam, hogy szeretünk ötleteket kérni, meg jó tanácsokat kérni. Tavaly nagyon sokan mondták, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne valahol ott a Balaton parton egy nagy óra, hogy a vízből is lehessen látni, hogy hány óra van. Mondtuk, tényleg milyen igaz, és vettünk egy nagy órát, kitettük a falra, és a vízből is lehetett látni, hogy hány óra van. Valamikor a turnusnak a legutolsó napjaiban elromlott az óra. Hiába cseréltünk elemet, az már nem működött. Mikor zártunk itt az ősszel, akkor valaki legyintett, annak már úgyis mindegy, hagyjuk ott a falon. És egész télen ott állt a falon, gondoltuk, ha ellopja valaki, az se túl nagy érték, úgy sem működik, az már nem jó semmire. Csütörtök este, késő estig dolgoztak a burkolók, aztán este, hogy kimentek egy kicsit pihenni a partra, és az egyik mondja, hogy 10 percet késik az órátok. Jaj, mondom, az nem 10 percet késik, az már így áll hónapok óta. Nem, azt mondja, én néztem egész nap, tökéletesen működik, csak 10 percet előre kell állítani. És ránéztem az órán, és tényleg működik az óra. Most egy pár napja pedig tényleg hónapokon keresztül nem működött. Még ez is azt mutatja, hogy újra indul a szezon. Újra elindult az óra, újra kell dolgozni, újra kell tenni valamit, azért, hogy minden jó legyen, hogy minden tökéletes legyen. Mi szeretnénk, hogy minden ilyen jó legyen, meg minden tökéletes legyen, de tudjuk, hogy nem így lesz. Ugye a jövőben, a következő napokban, hetekben is lesz olyan, amikor nem fogunk örülni dolgoknak. Amikor jönnek a nehézségek, amikor jönnek a megpróbáltatások. Egy azonban mindig igaz marad, hogy Jézus Krisztus, amikor, most idézőjelben, itt hagyott minket a földön, és azt mondta, hogy elmegyek helyet készíteni, akkor azt mondta, hogy itt hagyom nektek a vigasztaló szent lelket, és ő itt marad velünk mindvégig, amíg ő vissza nem jön, és azt mondja, hogy a léleknek a gyümölcse, ennek a szent léleknek, aki itt maradt velünk, ennek a gyümölcse, amit teremni akar bennünk, az életünkben, az nem más, mint szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. A kérdés, hogy milyen a viszonyom vele? Mennyire engedem őt közel, hogy itt legyen az életemben, hogy megteremje ezt bennem?
Adja az Úr, hogy mindannyian, akik ma itt vagyunk, és ma átéltük az örömöt, átéltük a békességet, átéltük a szeretetet, sok mindent, vagy talán mindet ezek közül, éljük át ezt a következő időszakban, minél többször. És amikor jönnek a nehézségek, amikor jönnek a nehéz órák, nehéz percek, akkor legyen ott a szívünkben a reménység, hogy Isten lelke újra fogja ezt teremni az életünkben. Hogy újra lesznek ilyen szép napok. Isten segítsen ebben bennünket, és adjon nekünk erőt, hogy mi soha el ne távolodjunk az Úrtól, hanem mindig figyeljünk ő rá, és hagyjuk, hogy dolgozzon a mi életünkben. Amen.
maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.